ember, amikor egy 80 év fölötti pályafutást fut meg ebben a földi létezésben, akkor bárki, aki beszél, annak nagyon nehéz dolga van, hogy hogyan lehet néhány percben összefoglalni egy ekkora életpályát. Különösen, amikor az életpálya nagyon színes, nagyon gazdag és nagyon tartalmas. Az ember nem is annyira életrajzi elemeket ragad meg, hisz hát abból a közelállók rengeteget tudnak. Nem is egy lexikális felsorolása fontos, hanem talán egy gondolatot megragadni az egész életből, ami azt gondolom, hogy az élőknek talán útra való lehet. Emberi oldalról ez egy nagyon szomorú nap, amikor egy jó ideig, vagy rövid ideig, kinek még mennyi adatot, nem látjuk azt a szerettünket, akit nap mint nap láttunk, és bearanyozza az életünket. Másrészt viszont Isten szemüvegén keresztül nézve az egész dolgot, egy embernek a hazatérése történik meg, és én is, mint lelkész, a felfogásom nem csak azért, mert bibliaolvasó vagyok, hanem egyszerűen a józan paraszt ész is ez diktálja, hogy lehetetlen, hogy a halállal, ezzel, hogy összejövünk a temetőben, egy csendes helyen egy embert elföldelünk, vagy elhalmasztanak, és véget ért az élete. Hívő és nem hívő között azt tesz különbséget, hogy nem csak az, hogy reménységünk van abban, hogy nem ér véget ez az élet, hanem folytatódik, hanem lehet azt mondani, és ne vegyétek el bizakodottságnak, az ember meg van róla győződve, hogy ez az élet itt, a mi szemünk előtt befejeződött, de egy másik helyszínen folytatódik. Szoktam volt mondani, hogy ez a felkészülés arra csodálatos helyre, ahová azt gondolom, hogy az Isten minden embert vár. Főleg én ma azokhoz szeretnék szólni, akik itt maradtak, itt maradtatok az emlékeitekkel, itt maradtatok az örömötökkel, a bánatotokkal, itt maradtatok a gondolataitokkal, mert az ő elköltözése lehet így mondani, hogy szélsebes volt. Nem hagyott gondolkodásra időt, nem hagyott elköszönésre időt, nem hagyott dolgok megbeszélésére időt. Talán fájdalmasabb, hogy mi nem tudunk valakitől úgy elköszönni, ahogy el szeretnénk, nem tudjuk még azt az utolsó mondatot elmondani, amit el szerettünk volna. Ilyen az elköltözés. Nem egy tervezett dolog, a földi pályafutásból való kimenetel nem egy tervezett dolog, hanem egyetlen dolog, ami az ember szívében benne van, hogy nem én magam adtam magamnak az életet, és ezt az életet nem is én adom vissza annak, aki nekem adta. A Jóisten ezt már régóta mondja, hogy a nap a legfontosabb az ember életében. És minden ember életében minden nap egy nap. Én anélkül, hogy bármit is idéznék a Bibliából, a Biblia tele van, az Isten beszéde tele van, azokkal a figyelmeztetésekkel és azokkal a felhívó mondatokkal, hogy ember, te, aki itt létezel és élsz, aki bejöttél ebbe a földi valóságba, annyi mindenre figyelsz, és épp a legfontosabbat, azt az egy napot hagyott figyelmen kívül. Az Isten napokba gondolkodott az embernél, pontosan nem egyéves, ötéves, tízéves, százéves életre szóló tervekbe, hanem napokba gondolkodott. Azt a napot, ami rád virrad, ami ránk virrad, azt éld meg jól. Rengeteg tervet szövünk, rengetegszer meg akarjuk újítani az életünket. Akik nem hívők, azok szilveszteri, januári fogadalmakat tesznek. Akik hívők, azok ugyanolyan fogadalmakat tesznek, csak ők nem egy pálinka kíséretében, hanem bőjtel és imával fogadják januáronként, hogy ilyen jók lesznek, olyan jók lesznek, és amúgy semmi szükség nem lenne ezekre a fogadalmakra, azt az adott napot, ami felvirrat ránk, azt jól megélnénk. Azon a napon eldöntenénk, ami feljön, ami már megadatott, hogy ezen a napon jót fogok cselekedni. Ezen a napon, ha még marad bennem valaki, aki esetleg tüske az oldalamba, attól elnézést fogok kérni. És ahogy mondja a Biblia, nem engedem, hogy a nap, ha megérem, hogy lemegy, úgy menjen le, hogy harag, bánat, gyűlölet, indulat maradjon a szívembe. Iszonyatosan kifacsarjuk a saját életünket azzal, hogy az éveket, az évtizedeket, a terveinket jól meg akarjuk élni, de a napot, ami adatik, azt figyelmen kívül hagyjuk. A
mai emberiségnek azért boldogtalan az élete, mert azt a napot, ami adatot, azt elpocsékolja. Ma már se szeri, se száma azoknak a dolgoknak, amivel elpocsékoljuk a napjainkat. Jó dolog olyan embert látni, aki megéli a napot. Minden pénzbe kerül ebbe a mai világba. Gondolkodtam, ahogy jöttem idefelé, néztem mindent. Egy temetés is nagyon-nagyon sok pénzbe kerül. Mindenért anyagiakat kell adni. Egyetlen egy dolog, amiért senki nem kér egy forintot se, és remélem, hogy ez így is marad, ez pedig a jó cselekedet. Soha senki nem fog kérni egy forintot se, mert azt én döntöm el, hogy megteszem-e vagy nem. És ha a nap úgy kezdődik, hogy ezzel a szemlélettel kelünk föl, akkor az se nagyon nagy probléma, ha nem látjuk lemenni a napot, mert amíg lélegeztünk, amíg éltünk, addig tartalmasan megéltük. Addig nem pocsékoltuk el a szeretetünket fölösleges dolgokra, nem pocsékoltuk el a szerelmünket, az életérzéseinket, a gondolatainkat teljesen értelmetlen dolgokra, hanem megéltük a napot. Mi emberek összeroskadunk ma már a terhek alatt, összeroskadunk a jövő várása miatt, hogy amikor az ember bejön ebbe a földi pályafutásba, a szülei nem látják a formálódását, az alakulását, amíg nem voltak modern eszközök, azt se tudták az anyák, hogy fiút vagy lányt hordanak a méhükbe. Az Isten akkor is gondoskodott. És a legcsodálatosabb, amikor nem csak a bejövetelünkről, hanem az elmenetelünkről is gondoskodik. És ebben a mocskosabbnál mocskosabb, terheltelnél, terheltebbnél, terheltebb világban, én nekem most önökhöz, az élőkhöz, ez lenne az üzenetem, hogy ne években, ne hónapokba, ne nyarakba, ne telekbe, ne évszakokba gondolkodjatok, hanem napokba gondolkodjatok. Mert amelyik napot rosszul élted meg, rosszul éltétek meg, rosszul élték meg, azt a napot többet nem lehet visszahozni. Nem véletlenül egy emberi alapegység, egy bibliai alapegység nem az év, nem a hónap, hanem a nap. És ezért ragadjunk meg mindent, akik élünk, jól éljük meg a napjainkat. Örömben, szeretetben. Legyen mindig egy jó szavunk, egy jó cselekedetünk, egy jó gondolatunk másokhoz. Higgyék el, minden pénzbe fog kerülni ezen a földön. Egy valami fog ingyenes maradni, a jó cselekedet. És a jó cselekedet pedig bearanyozza a napokat. És annál szebb dolog nincsen. Nekünk most itt sírásra áll a szánk, sírunk, könnyezünk, és teljesen érthető, hisz van lelkünk, és kiszakadt belőle valami, ami ott benne volt, aminek ott volt a helye. De az Isten pedig mosolyog, és lát egy olyan embert, aki betöltötte az ő beszédét, és megfogadta, és megélte jól a napokat. Amikor olyan békességgel húzzuk magunkra a takarónkat, az nem akkor van, amikor megnyertük a lottó ötöst, az akkor van, amikor jól éltük meg a napot. És amikor úgy tudunk mindenkinek a szemébe nézni, hogy nincs elszámolni valunk. És a legnagyobb szabadság, abár egy koporsóba teszik azt a testet, ami 80-84 évig szolgálta az életet, de azt, aki megélte a napokat, azt, akire rámosolygott az Isten, azt nem lehet koporsóba tenni, mert az megy oda, ahonnan jött, vissza az ő teremtőjéhez és alkotójához, ahol minden nap jó. Mert az az Isten, aki jó Isten, az lesz minden, mindenben. Lehet, hogy nem lesz szokványos, amit most elindítok, de egy dalt az egy napról hallgassunk meg, és mi gondoljuk át, hallva ezt a dalt, megállva egy olyan embernek a ravatalánál, aki jól élte meg az életet hűségben, szeretetben, mindent megkapott az élettől. Higgyétek el, amire ő vágyott. És amire pedig nem, amit még nem kapott meg, lehet, hogy valakitől még vár egy kis változást, ő már ebben nem fog beleavatkozni. De az az örökség, amit itt hagy, az van, amikor utódokat, leszármazottakat, gyerekeket, unokákat, amíg élünk, nem tud megváltoztatni. De amikor elmegyünk, akkor az a mag, amik mi is voltunk ezen a földön, az elhal, és az képes olyan változásokat létrehozni, amit a mi akaratunk, a mi vágyaink nem értek el. A magnak az a tulajdonsága, hogyha elhal, akkor gyümölcsöt fog teremni. Hallgassuk meg ezt a dalt. Csak egy nap még, hogyha ennyi.
mennyit kérhetnék, ha ezt megadná az ég, arra minden álmom elcserélném, csak egy nap még. Tudom, másnak semmiség, de a szép lehetne még miénk, és a rosszat jóvá tenném. Csak egy nap még, hogyha ennyit kérhetnék, ha ezt megadná az ég, arra minden álmom elcserélném. Csak egy nap még, tudom, másnak semmiség, de a szép lehetne még én, és a rosszat jóvá tenném. Mert